Hello, hello mindenkinek! A mai nap kis szabad druida játékot terveztem nektek. Az előző videóban bemutatott Rage Quit, vagy hát én inkább akkor átkezdtem Rush druida paklival. Na, úgyhogy erről lesz ma szó. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, dőljetek hátra, popcorn, kaja, üdítő, chips, minden ami köl, aztán lássuk. Na, ez egy elég jó kis kezdőkéz lesz. Úgyhogy szerintem meg is tartom. Számos jó opciót tartogat számomra, főleg, hogy itt az innervét a kezemben, amivel már rögtön indíthatom az offenzívát. Ugye három manával mindenki tud játszani, ahogy a mondás is tartja. Jó, egy kört még kap tőlem, és akkor a következő körben meg indítom a támadást. Nagyon... Na, hát akkor máguskolám, innerváljuk. Egy charge. Megvan. És a kérdés az, hogy most charge legyen, vagy Amani Berserker. Legyen Amani Berserker, ezt a charge-ot megtartjuk későbbre. Valószínűleg tartom, hogy most vagy a Fire Blast-tal kinyírja ezt a Blue Jill Warrior-t, vagy pedig tol majd egy AOE-t. Ha jól emlékszem, kettő manába kerül az Arcane Explosion. Igen, igen, Bruzsil Warrior. Off! Nem gond. Maradt még egy erős kártya alapunk a csatamezőn, amit most fel fogok erősíteni a Raid Leaderrel. Ami most így az elsődleges golyómágnes szerepét fogja betölteni. Lévén ezt a lapot szeretik kifókuszálni, ha egyszer lekerül a csatamezőre, ha módjuk van rá az embereknek. Hát három mana, úgyhogy még mindig Arcane Explosion és a Mirror Image az bejátszik. Frostbolt! Ó, szeretlek. Jó, nem baj, fogynak szépen ezek a szivató lapjai. Muhahaha. Kezdődhet a buli, srácok. Következő körben meg... még egy miniont jó lenne felhúzni, ráadásul olyat, amit idéz maga helyett valamit, vagy esetleg egy varázslapot, mondjuk egy Mark of the Wild-ot, és akkor az úgy elég jól megdobná majd így a kombómat. Viszont aggasztó, hogy neki már 8 kártyalapja van, és még mindig, igen, itt a másik cross volt, sajnos elbúcsúszhatok még egy erős kártyalapomtól. Jó, 5. kör, 20 HP-n van a mágus, még egy Arcane Explosion? Aha. Annyira kiszámítható vagy. Akkor most egy nőr is. Nem, Razorfell Hunter, oké. Okay. Én bevállalom, brother, ha te is. Na, most ha... most valószínűleg ki fog rakni valami erősebb kártyalapot, de akkor remélem nem fog támadni. Coin. Aréna mester, vajon? Ne, Shield Master! A jó öreg Shield Master! Jó, vége a Raid Leaderemnek. Fiatal papnő. 6. 2-3. Ez még így jól is elsülhet. Kirakjuk a fiatal papnőt. És... ádáz! Bőgéssel letakarítom ezt a nyavaját. Oké, hát a malacomnak sajnos annyi, de itt van a malacudomárom és tovább hentelem. És ráadásul ez a kis lapocska olyan kedves, ez a fiatal Night Elf papnő, ahogy nézem, hogy minden köröm végén egy életerőt hozzád valamelyik kártyámhoz. Hát, nem volt hosszú életi mondjuk a kicsike. Na, még egy Shield Master. Nem, vízelementál. Oké, viszont kezdek kifogyni az opciókból. Oké, 3, 5, 4, meg 3 az 7. Hát nem lesz elég. Jó, ezt a lapot még meghagyom.
hát ha a következő körben még felhúzok valami kártya kombót, amivel jól kijátszottam, de viszont most én kezdek kifogyni. Na igen, és ez a probléma, hogyha így az 5.-6. körig nem sikerül valami jót kihasználni, de az a baj, hogy letakarította a lapjaimat. Nem baj. Ja, akkor most az beáldozza. Na, és most kéne valami jót felhúznom, mert különben a következő körtől kapom majd a büntetést. Leprás gnóm! Szeretlek! Jó. És egy HP minusz. Akkor 9, 8, 7. 7 HP. Mert ugye a leprás gnómot, ha leüti, akkor az 2-t sebez a hősbe. 8 manával. Igen, most így nagyon necces, hogy mit fogok tudni kezdeni magammal. Kéne egy nőr is, nagyon kéne. Ősi mágus, ajjaj. Vagy mondjuk a Starfall-t is felhúzhatnám, az se lenne rossz. Na, és akkor kezdődik. Kezdődik, és ráadásul be is fogja fagyasztani a druidánat, hogy tábor is fog tudni. Hála a víz elementáljának. Hát, farkassal sokat érek sajnos. Kell még lap. Gyerünk, ne hagyj cserben, paklim! Mirror image! Oh. Kellemetlen. Tűzlabda. Oh, ez is kellemetlen. Még egy tűzlabda. Hát igen, itt jön ki az, hogy kártyaelőnyben volt. Nekem meg ugye kimerültek a lehetőségeim. Hát kár érte, nem baj, jön a következő mérkőzés. Közben gyűlik az achievement, és akkor egy kártyapaklit még bontok. Mert ugyanis ennyi kell. Aztán majd talán jövő hét után majd elkezdek összekuporgatni egy aréna belépőre. És akkor majd szerintem egy live közben lesz arénázás, úgy izgalmasabb. És akkor végig játsszuk együtt. De majd az a jövét után esedékes. Na, egy Hunter! És egy druida, a természet erői összecsapnak. Még itt én kezdek. Innervét. Maradjon. Az a jó ebben a pakliban, hogy nehéz olyan kezdőkezet kapni, ami használhatatlan lenne, vagy nagy cseréket igényelne. Hunter, mit tud ellenem egy Hunter? 2-t belém sebezni. Következő körbe 2. 3, 4. Jó, legyen ez. Aj, a reflex, nem sebeztem vele a malaccal egyet. És egy kártya maradt a kezemben. Fantasztikus. Tracking, jól van. Akkor ő is most kidob két kártyalapot. Egyet felhúz. De viszont már más nem fog tudni kijátszani a körben. Ó, Blue Jill Warrior, nagyszerű. Na, akkor mégiscsak kihozzuk az értékét a röfinek. Bár egy sebzés mínusz, de ez így még jó lehet. Na, ha mennyire kerülnek a Hunter csapdák? 2 vagy 3 mana? 2 mana. Nem örülünk, Vincent. Nem örülünk. Hogy legyen. Jó, hát hogyha a tűzcsapdát rakta le, akkor én bármit csinálhatok. Na. Nem a tűzcsapdát rakta le. Ejnye. Ez viszont jó hír nekem. Akkor milyen csapda lehet még? Le. Ezt minek játszotta ki? És őszintén... Ja, hogy húzzon egy lapot. Értem én a cheesy jót. Jó, lehet, hogy erre fog... Igen, erre fog hatni. Snipe, nem baj. Azért még kihasználtuk a lapnak a különleges képességét, két sebzés, legalább hamarabb
Na nézzük, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebzés, 9. Jó, egyelőre még meghagyok neki egy kört. És a következő körben szerintem jön a büntetés. Power of the Wild. A vad ereje. De az öcsém mentem már meg. Multishot! Szeretlek. Na. Savage Roar. 2, 3, 4, 5. Vajon leüt, vagy nem üt le? 1, 2, 3. Akkor 9. Meg 4, az 5. 4. 4 HP-ja marad. De utána nekem nagyon nehéz dolgom lesz, ha ezt az egy lapomat leütik. Jó, inkább menjünk biztosra. Tartalékoljunk. Már úgyis nagyon szorul a torka körül a hurok. Valószínűleg egykörös Hunter lesz. Jó, komán. Ah, igen. Úgy ütötte a lapomat, és kapok egy steady shotot. Na most kéne valami jó kis charge-os lapot felhúzzak. Bár hogy őszinte legyek, én így lehámozom róla a lapokat szépen egyesével. Na és elkezdtünk a hatodik körhöz, úgyhogy itt fog majd bedurculni valószínűleg. Úgyhogy nem kéne hagynom. Ilyen a 2 mana, még 4 mana, 2 steady shot, jól van. Leszette a pajzsomat. Na, idáig legalább eljutottunk. Malac! Jól van. Jön mellé a farkas. Kijátszom. 1, 2, 3, 4. Meg 4 az 8. Nagyon jó! Nagyon jó! Várjunk. Hoppá. Baj van, Houston. Nem, nincs baj. Nincs baj. Jó van ez! Nagyon jól van ez! 30-0! Druida pakli! És 40 arany! Na és még egyet, hát ha ez is jó lesz. Olyan mérkőzéseket játszok most ezzel a druida paklival, hogy az én állam esik le. Tényleg így a negyedik körben nyerek. Azért az már nem kicsit durva. Na gyerünk, gyerünk, keressed. Na és talál is. Blizzard Developer. Malfurion versus Gul'dan. Na lássuk. Mi ez? Legszebb nyitókéz. Két leprás gnóm egyszerre. Már csak az érme kellene. Jó. Köszönjünk szépen nagyot. Na, mi lesz? Impelnitz vagy Voidwalkerrel? Az itt a kérdés. Voidwalker, jól van. Na, második nagy kérdés. Adjunk-e még egy izé, vagy azért? Na, nem, ez jó lesz. Még nem támadok vele. Hát, ha lesz lehetőségem valami jobbat is csinálni vele, mint hogy egyből beáldozom szegénykét. Így a leprás gnómok oltárán. Nagyon jó ez a kártyalap, tényleg a leprás gnóm az egyik legjobb kártyalap így az első körökre minden kasznak.
Úgyhogy erre kész stratégiákat is lehet szerintem alkozni. Ó, három manából, mi lesz? Éreztem. Rohadj meg. Rohadj meg. Knife Juggler, köszi! Ezt ide. Ezt oda. Na, ezt az előzőért kapod. Jó, még kéne egy kör. És aztán elkezdem a pusztítást! Kár, hogy nem a Void Walkert. Ha a Void Walkert dobta volna meg késsel, az a törpe, akkor még leütöttem volna a gnómért cserébe. Nagyon jó, life tap. Akkor most a Void Walkerrel leüti az egyik törpémet. Ó, ezért kár volt. Nem baj. Azért kihoztuk a lapnak, amit ki lehetett belőle hozni. Nagyon jó. Murloc Tightcaller. Kettő. Murloc leidézve. Király. És még jön a farkas is. Na, a gnómot pedig milyen jó, hogy nem áldoztam fel. Kap csak el! Na, rögtön maximalizálom a lapnak az értékét. Egy manáért nézzétek meg, milyen kis hasznos jószág. Jó. Hellfire. 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 Nem. Ready for action! Hellfire-ben lehet jobban járt volna. Jó, Acolyte of Pain. Jó. For the wilds. Úgy kéne, hogy... Jó, ezt beáldozzuk. És jöhet a mészárlás. For the wilds. Jó, most vagy hellfire-ozik, vagy a következő körben nagyon-nagyon csúnya véget fog érni. Jó, akkor hellfire már nem lesz, vagy akkor elcseszte, mert az impet azt nem előtte kellett volna kirakni, mert meghal. Cult Master, kultista. Malacs. Na, számoljunk csak. 1, 4, 6, 9, 10, 11. Plusz egy swipe. Mondjatok búcsút magatoknak. Ennek a menetnek a hőse a leprás gnom. 3 malac. Most a kérdés az, hogy malacsal vagy druidával támadok, mert legalább kapok egy pajzsot, és a következő körben a malacsal még mindig be tudom támadni. És akkor már csak, és a druida vagy malac kombó, ha még ezeket mind le is üt... Ja, de a leprás gnóm, akkor nyertem! Emberek, nyertem! Kész. Öngyilkosság. Húj, imádom ezt a paklit. Ebből még lesznek videók szerintem, hát ez fergeteges. Na, akkor bontsuk még. Jó, 100 arany. És nézzük, hogy mit hozott nekem a sors. Jó, na, drukkoljatok. Betesszük, és becsukom a szemem. Na nézzük. Nagy kék már van. Semmi. Semmi. Két lap még van. Még egy kék. Nagyon jó. Jó, két kékünk van. Az már nem rossz. Freezing Trap. Na. Trapes Hunter paklinak érik. Démon érzékelés. Ez is jó. Snipe. Na, még egy. Trepes Hunter, csapdás Hunter. Na, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. Na, nézzük ezt az akut. Mana Addict. Nagyon jó kártyalap. Fú.
Warrior pakliba ezzel mit nem üveltek ellenem. Na majd én is. És az utolsó. Explosive shot. Nem is rossz. Na, alakul az a Spelles Hunter pakli. Azt mondom. Én pedig megköszönöm a figyelmeteket. Remélem, ma is jól szórakoztatok. És találkozunk majd hamarosan egy újabb hárszoros videóban. Lehet, hogy még a druida paklival fogok ökörködni, de az is lehet, hogy valami más mutatok. Ez majd kiderül. Minden esetre, ha tetszett a videó, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!